Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint, illetve ez a felvétel két napra szól, május 20-ára és május 21-ére. Az indiai számítás szerint a hold a vak jegyében mozog, kihat most a napjainkra. Az fontos, hogy legyenek célok, amit szeretnél elérni. Légy türelmes, amíg ezeket a célokat elérted. Azon kívül kihat ránk a holdház. A hold az Uttara Sáda holdházban van. És az azt jelenti, hogy valaki segít nekünk, amikor gondjaink vannak, vagy problémák. Tehát fordulhatsz valakihez a problémáiddal, mert megkapod a segítséget. Amit ez a holdház még jelent, egy új kezdetet, és most nagyon jó ez az időpont valamit indítani, mert ez segít abban, hogy jól alakuljanak a dolgok. Május 21-én a nap és Merkur bolygó egy úgynevezett konjunkcióban áll. Tehát együtt hatnak. Itt kommunikációról van szó, vagy szerződésekről, a nap hozza sikereket, vagy megvilágít valamit. Tehát kiderül az igazság, most lehet tisztázni valamit. A mai napon, illetve a következő két napban van egy úgynevezett Sunapha Yoga, ami azt jelenti, hogy most nincs olyan dolog az életedben, ami téged most lelkesítene. Mégis lesznek tettek cselekvések, és az időpont alkalmas egy új kezdetre. Tehát, ha most indítasz valamit, akkor az rendeződik. Itt anyagiakról van szó, a hivatásodról, a munkádról van szó. Ami a párkapcsolatot illeti, tükröződik valami, mégpedig érzelmekről lesz szó. Vagy ő mutatja ki az érzelmeit, vagy te, és elfogadhatod az ő közeledését, az ő érzelmeit, légy nyitott rá. Van egy csillagkép, és ezt a csillagképet Varjúnak nevezzük. Most kicsit mosolygom, hiszen németül akartam mondani Rábe, nem jutott eszembe, hogy hogy hívják ezt a madarat magyarul, így megszakítottam a felvételt, utána néztem, tehát itt a varjú madárról van szó, és így most tanultam kicsit magyarul. Tehát a jövőben nem fogom elfelejteni, hogy ezt a madarat varjú madárnak hívják. És ami az asztrológiát jelenti, ez egy csillagkép, a varjú csillagkép. Az ősi babilóniaiaknál, vagy asszíroknál ez egy isten volt, ez a csillagkép, Adad isten, mégpedig az időjárásnak az istene. Ha figyelték ezt a csillagképet, akkor tudták azt, hogy milyen idő várható. Ezt a csillagképet kedvelték a görögök és a rómaiak is. Ehhez van egy történet, és ezt elmesélem nektek. Apolló az a nap istene, és elküldte ezt a varjú madarat a forráshoz. Mondta neki, hogy itt ez a kehely, hozzál friss vizet ebből a forrásból, mert Zeus Istennek erre szüksége van. De gyere gyorsan vissza! A varjú madár elindult. Útközben látott egy fügefát, és arra gondolt, én itt maradok a fügefa alatt, megvárom, amíg ebből a fügéből ehetek valamit, és ott várakozott, és várakozott, utána tovább repült, és hozta a vízet Zeus Istennek.
Apollónak átnyújtotta ezt a kelyhet. És Apolló azt mondta a varjú madárnak, én mondtam neked, hogy siess vissza, és miért késlekedtél? És ez a varjú madár nem az igazságot mondta, hanem hazudott Apollónak, és azt mondta, tudod, azért késlekedtem, mert útközben volt egy akadály, mégpedig ez a vízi kígyó. És Apolló átlátott ezen a hazugságon, és feltette ezt a varjú madarat az égre, ott van a kehely, ott van ez a varjú madár, és a varjú madár előtt a kígyó, hogy ez a madár mindig visszaemlékezzen arra, hogy hazudott. Ez azt jelenti számunkra, lehet, hogy valaki most hazudik neked, tehát láss át a dolgokon. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.